A meseszép Nádasladányi kastély Székesfehérvár és a Balaton keleti partja között félúton található. Nádasdy Ferenc 1873-ban többek között Hausmann Alajos segítségével kezdte el a birtokán álló korábbi villát átépíteni és kibővíteni, melynek eredményeként egy a Tudor stílust és a historizáló neogótikát esztétikusan ötvöző épületet sikerült létrehozni. Az aszimmetrikusan elegáns kastély Ferenc fiatalon elhunyt feleségének, Zicsi Ilonának is emléket állított, a megüzvegyült háziúr közös hálószobájukat lezárta, otthonát pedig kedvese emlékére szentélyé alakította. Az ősök csarnokában a Nádasdy család felmenőinek egész alakos festményei, a többi helységben pedig Ferenc vadász trófea gyűjteménye és a család hosszú évek alatt felhalmozott, óriási kulturális öröksége kapott helyet. A rezidencia műszaki felszereltsége is egyedülállónak számított a maga korában. Saját vízvezetékrendszer és telefonhálózat növelte a lakók kényelmét, és a kerti konyhából föld alatti sineken szállították a frissen sülteket az ebédlőbe. A II. Világháború során a kastélyt kifosztották, felújítására pedig csak az elmúlt években került sor, így a Nádasdy otthon végre újra régi fényében tündökölhet, gyönyörű angol parkjának ölelésében.